Nem volt megállás, mozgásformák minden mennyiségben, röviden ez jellemezte az első alkalommal életre hívott sportfesztet a Kettler-Fehérvárban. A mozgás ugye a fő program nálunk ma, de tettünk bele egy kis elméletet is, úgyhogy itt a pulzusról, a pulzuskontrollról nagyon sok jó és hasznos dolgot fognak tudni hallani, hallgatni azok, akik ez iránt érdeklődnek. És persze nyitottak vagyunk arra, hogy csak úgy beszélgessenek, hiszen hát szerencsére a prezenterek, akik jöttek, mindenki nyitott arra, hogy átadja a tudását és valami kis motivációt adhasson másoknak. Mondhatjuk azt, hogy jó alkalom arra is, hogy teszteljük magunkat, hogy melyik a hozzánk való sportág? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen rejtett célunk volt, hogy egy ilyen sportág választ szerű dolgot csináljunk csak felnőtteknek, hiszen hát azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy felnőtt korban is lehet, és megtalálhatjuk azt a szerelmet sportolás terén, ami segíteni fog nekünk abban, hogy 40-50-60 akárhány évesen is még benne maradjunk a sportban. Mert hát a gyerekeknek ugye van ez, és akkor ott a szülők szeretik őket vinni mindenhova, viszont a szülők meg sokszor elfelejtkeznek saját magukról, hogy nekik is elne ugyanúgy a sportolás, és itt is van az példa, hogyha valaki elhozza a gyermeket boxolni, akkor itt fent edzett addig, vagy hogyha bement spinningre valaki, akkor valaki más csinál, és pont ez a cél, hogy kicsit megmutassuk, hogy mi is van így házon belül. Ha nagyobb a ugrasz, akkor vagy azért, tehát vagy meg fog fájdalom a térdet, vagy hirtelen nehéznek érzel, és elmegy a kedved. Bohos Kornél az egyik legfanatikusabb versenyzőnek számít a hazai bodybuilder körökben. Eredményei kitartása sokaknak ad lendületet. Ezt így lehet igazán átérezni, hogyha én elmondom, amiket átéltünk, meg amiket átéltünk közösen. És úgy látom, hogy sikerült is, mert most 4 emberrel maradt a pluszba, akivel fogunk edzeni. Most egy karozást fogunk letudni. És próbálok itt is karozásra próbálni, van olyakat, ami nekem bejött, és ami nekem jött, nekem igazán beváltak, most azokat próbálom átadni. Nem feltétlenül a legjobb dolgok, de én úgy gondolom, hogy én ebbe hittem, és ebbe hiszek, és most ebből próbálunk egy kicsit egy ilyen turnét kanyarintani, ugye bejár az országot, mert úgy látom, hogy úgy látjuk, hogy van rá keret, hogy motivációt, vagy inkább ezt az emberi közelséget szeretnénk megmutatni, tehát inkább az emberi oldalát szeretnénk. Tehát, hogy a motiváció az a hétköznapokban is meglegyen, nem csak például az edzésben, hanem jótékonykodásban, vagy családi életben, vagy bármiben, tehát, hogy bármiben tudjanak profitálni ebből. A 100% motivációt adó gyakorlati szemináriumra sokan érkeztek, köztük Szilágyi Dávid, akinek a rendszeres testmozgás nem csak ezen a hétvégén volt fontos. Fontosnak tartom természetesen a mindennapokban, én se voltam mindig így, ugye, volt egy ilyen életmódváltásom, aminek köszönhetően ugye ezt az életstílus folytatom, vagy legalábbis ezt az életmódot, ugye rendszeresen edzek is. Így érzem jól magam igazából most már. Katus Attila Best Buddy órájához is rengetegen csatlakoztak. Én is a Kettler hálózatnak a tagja vagyok, ugye Lurdiban elkezdtem személyedzéseket tartani, nagyon-nagyon élvezem. Ugye a Béláikkal, pedig az egész csapattal nagyon személyes viszonyom van, úgyhogy nagyon sok nagyszerű sportemberrel ismerkedtem meg az utóbbi időben. És hát itt ugye én, amiben talán a legjobb vagyok, az inkább az aerobik, az ilyen csoportos foglalkozások, és 2 órakor tartok egy úgynevezett Best Buddy órát, én így hívom, ez a neve, ez a becsületes neve, és rengeteg guggolást tartalmaz, van egy kis kardió rész, aztán lemegyünk a talajra, erősítünk, nyújtunk, meg hát azért pár szót mindig váltunk is a kedves vendégekkel, remélem, hogy sokan leszünk, mert ez nagyszerű hely, nagyszerű érték képződött Fehérváron, és ezt gondolom, hogy érdemes ezeket a helyeket az embereknek a tudatára hozni, hogy igenis van lehetőség profikkal, profi körülmények között jó célokat megfogalmazva elérni azokat az eredményeket, amikről mindenki álmodozik, de kevesen érik el. Van egy ilyen tanulmány, ami azt mondja, hogy 65 év felett a testmozgás jótékony hatása még nagyobb, mint fiatalkorban. Tehát nekem személyes példám is van erre, hogy 65 év feletti emberekkel foglalkozva milyen szinten tudnak visszafiatalodni, megerősítjük az izületeket, a keringési rendszerüket és a külcsinüket is lehet. Úgyhogy azért ez egy nagyon szép dolog, és a depresszió ellen is jó, időskori depresszió, és még sok sorolhatnám, hogy mennyi mindenre, új barátokra lehet szert tenni. Beindul az élet egyszer csak, ha az ember a sportterületre téved. Ugye én szoktam mondani, hogy 2 választási lehetőségünk van, vagy a kocsmában kötünk ki, és az alkohol és a különböző addikciók rabjai leszünk,
vagy még a sport lesz a mi addikciónk. Én ezt választottam, és azon, hogy ez a mi életben tart engem, és megtartja azt a fiatalságot, ami lendületet, ami talán még a kamerán keresztül is látszódik egy kicsit. A sportfesten tehát mindenki kipróbálhatta, megismerhette a különböző mozgásformákat, de életmód tanácsokkal is várták az érdeklődőket.